Tegnap Brüsszelben az Európai Unió miniszterelnökei nem tudtak megegyezni abban a kérdésben, hogy lezárják Európa külső határait Görögországnál. Ezért mára Orbán Viktor miniszterelnök összehívta a nemzetbiztonsági kabinetet, amely körülbelül 3 óra magasságában azt a döntést hozta, hogy a szerb határhoz hasonlóan a magyar horvát zöld határon is érvénybe lép a határzár. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy a határátkelők ugyan nyitva vannak, bár most itt a mögöttünk lévő Beremendi éppen nincs, hiszen újabb migráns sok jöttek Horvátországból, éppen ezért most műveleti területtel nyilvánították és lezárták a határátkelőt. A határátkelők elméletileg nyitva lesznek ez alatt a határzár alatt is, viszont a zöld határon megszűnik a mozgás. Ettől az intézkedéstől azt várják, hogy a szerb példához hasonlóan itt is csökkenni fog a migránsoknak a száma. Ahogy az előbb említettem, még érkeznek a migránsok Horvátországból, és a mögöttünk lévő buszok is itt vannak még, amelyek az elszállításukról gondoskodnak. Ahogy említettem, a tervek szerint ez a határzár, ez mérsékli majd a migránsoknak a számát. Egyébként a határzárról azt is tudni kell, hogy a visegrádi négyek, Csehország, Szlovákia, Lengyelország segítséget nyújt a határzárnak a létrejöttében, technikai, illetve személyi állományban egyaránt.